Évadzáró Erkély koncertjét rendezte meg a Pécsi Nemzeti Színház. A népszerű program sorozat lényege, hogy a teátrum művészei az épület teraszáról adnak mini koncertet. Az érdeklődők szép számmal gyűltek össze a színház téren, ahol Lipit Zsolt igazgató osztotta meg a közönséggel az új 2022-23-as évad részleteit. 340 előadást tartottunk az elmúlt évadban. 95 ezer néző látogatott el hozzánk, a látogatottságunk 90% feletti. Köszönjük, hogy kíváncsiak voltak ránk. Nem győzöm hangsúlyozni interjúkban, nyilatkozatokban, hogy önök nélkül természetesen ez nem valósulhatna meg. Nagyon hálásak vagyunk ezért, és megköszönjük, hogyha a jövőben is kíváncsiak lesznek rá. Hogy a kíváncsiságukat még jobban felkeltsem, engedjék meg, hogy ismertessem a következő évad, a 2022-2023-as évad új előadásait, tehát a bemutatóit. Elsőként a Nagyszínházban a nagyszerű Pécsi Balett a Zorba című táncjátékkal jelentkezett. Ezt követi Ken Ludwig Primadonnák című bohózata, amelyet Vidákovi Szláven barátom, a Pécsi Nemzeti Színház művészeti vezetője rendez. Ezt követi a következő évadunk szerintem legnagyobb durranása, ha élhetek ezzel a kifejezéssel, egy szuperprodukciónak ígérkező előadás, mégpedig Joe Kander, Fred Ebb, Bob Fosse, Chicago című musicale, amelyet a Pécsi Nemzeti Színház Társulata a Pécsi Balettel együttműködésben készült el, tehát a Pécsi Balett táncművészei fognak táncolni. A koreográfus Vince Balázs lesz, harangozó díjas érdemes művész, az előadást pedig Vidákovi Szláven rendezi. Én hallom, nincs kihallgatás, böcsek dolog a hallgatás, mindig felhős a homlokon, a honja váron dolgozom. Meg kell jelennem én nekem, finom hosszú ebédeken, elég-telik egész napon, alig, hogy állok lábamon. A következő évadból ennek az előadásnak a kapcsán egy művész, egy sztárt szeretnék kiemelni, aki az előadásban Morton Mama szerepét, a Mutter szerepét fogja játszani, aki először lép a Pécsi Nemzeti Színház színpadára, illetve hát megfordult már, de a Pécsi Nemzeti Színház produkciójában még soha nem játszott, és kérésemre, nagyon nagy örömömre, örömünkre elvállalta a felkérést, tehát Morton Mama szerepében Szulák Andreát fogják látni. Ezt követi Molnár Ferenctől az Üvegcipő vígjáték, amelyet Funk Iván rendez. Egy operát is bemutatunk jövőre is, természetesen ismét magyar nyelven, de ezúttal magyarul és angolul is feliratozzuk, mégpedig Rossinitől a Szevillai Borgé című vígoperát. Ezt egy világhírű hölgy rendező, nagyon fontos számomra, hogy a hölgyeket is reprezentáljuk a Pécsi Nemzeti Színházban, az ő nemük is reprezentálva legyen, egy hölgy fogja rendezni, Nina Klett. A nagyszínházi bemutatók sorát Euripidész médiája zárja Bozsik Ivett Kossuth Díjas érdemes művész rendezésében, akit nemrég választottak a Halhatatlanok Társulatának tagjai közé. Innen is nagyon sok szeretettel gratulálunk. A Kamaraszínházban is újdonságok várják a közönséget. Bemutatjuk Daniel Defoe Robinson című regényéből készült ifjúsági előadásokat Robinson címmel, amelyet Boráros Milada alkalmazott színpadra és Boráros Szilárd rendezik. Ezt követi a már ismert Ökör, ezúttal a második verziója, az Ökör 2, összes kötelező röviden Tóth Zoltán rendezésében, irodalmi osztálykirándulás, ősbemutató. Paolo Genovese teljesen idegenek című vígjátéka a következő sorban, amelyet szintén egy nálunk első ízben rendez, Bagó Bertalan, Jászai Marigyős rendező, aki először dolgozik a társulattal, várjuk, hogy szeretettel. Ezt követően bemutatjuk Molière-től a Don Juan-t, ami egy vígjáték, Telihai Péter állít a színpadra. És ezt követi majd Engelbert Humperdinck Jancsi és Juliska című meseoperája, operaigazgatók Gulyás Lédes Kossuth Díjas művész rendezésében. Új bemutatókért érdemes ellátogatni a Horváth Színházba is. Egy norvég, nem szerző páros, hanem szerző kvartett művel kerül színre, Királyrák krumpli fészekben címmel, egy komédia, amelyet Pécs két ikonikus művésze,
két Kossuth Díjas művésze ad elő, ez egy kétszereplős darab, két hölgy története, és akik előadják, Vári Éva és Urik Dóra. Az előadást Bőn György fogja rendezni. Az elszámoságról teremben pedig az idén kerek születésnapját ünneplő, 70. születésnapját ünneplő városunk egyik legnépszerűbb művésze, Stencer Béla előadásában került műsorra az Enszabó Sándor teremben egy monodráma, mégpedig a Monarchia utolsó hóhéja volt a címben. Lipit Zsolt elmondta, hogy megújítják az egyik közönség kedvenc előadásukat, a Padlást. Emellett továbbra is műsoron marad a Nagymama, a Miniszter félrelép, a Csókos asszony, a Valahol Európában, valamint a Tanítónő, az Utánképzés ittas vezetőknek és a Mi utcánk, a Horváth Színházban pedig a Sóska sült krumpli. Augusztus 22-ig zárva tart a színház, de 23-ától már indul a bérlet és jegyértékesítés.